Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottság, ne bújhassanak a mentelmi joguk mögé a farizeus politikusok. Ezt a célt szolgálja az az indítványom, mely a ciklus első alaptörvénymódosító javaslata, hiszen még a legtöbb párt a parlamenti pozíciók elosztásával volt elfoglalva és azon marakodtak. Addig mi már az alakuló ülés napján benyújtottuk azt a törvényjavaslatot, mely a politikusok önkorlátozásáról szól. Szerintem ezzel kellene kezdeni a ciklust, és még mindig nem késő, vagy hát jobb késő, mint soha. Sajnos már az összes többi párt leszavazta a Mi Hazánk mozgalom által a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott alaptörvénymódosításnak még a tárgysorozatba vételét is. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában ezért úgymond fellebeztem ide a Törvényalkotási Bizottsághoz, bízva abban, hogyha az Országgyűlés napirendjére nem is, de talán azért legalább egyelőre tárgysorozatba kerülhet, vitára alkalmasnak találják. Hiszen igyekszünk társadalmi nyomással a többi párt álláspontján is változtatni. Azt gondolom, hogy ebben előbb-utóbb meg kell, hogy hátráljon minden párt. Ahogy korábban szintén fájó kérdés volt a politikusok álláshalmozásának megszüntetése, melyet szintén nagyon sokszor is sokáig követeltem, sokszor leszavaztak, de hát végül csak megvalósulhatott 2014-től. Tisztelt bizottság, szerintem idejét múlt politikusi privilégium a képviselők úgymond felelőtlensége, miközben az alaptörvényben az a hazugság áll, hogy idézem, a törvény előtt mindenki egyenlő. Csak hát ugyebár vannak egyenlőbbek, mi a mentelmi jogunkról lemondva is aktív képviselői munkát tudunk végezni. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek ez a lehetőség adott. Az országgyűlési őrséget, illetve az országgyűlési őrséggel így is bármikor kivezettethet bárkit a levezető elnök. Hetekre ki is tilthatnak egy képviselőt a parlamentből, viszont nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok ügyében, ezért a politikus bűnözés feltárását is akadályozza ez az idejét múlt privilégium. Javaslatunk a véleménynyilvánítás és a szavazás szabadságát ezután is biztosítaná a képviselőknek a parlamenti kötelezettségek teljesítése során, de a köztörvényes bűncselekményekkel nem bújhatnának a mentelmi jog mögé a farizeus politikusok a szakmailag indokolt javaslatunk szerint. És végül arra hadd hívjam fel figyelmüket, hogy a legtöbb állam két kategóriáját ismeri a parlamenti mentelmi jognak. Az első kategória a felelősségmentesség, vagy a parlamenti tagok szólásszabadsága a büntető eljárással összefüggésben, amely a véleménynyilvánítás és a szavazás szabadságát biztosítja a parlamenti kötelezettségek teljesítése során. Ez a fajta felelősségmentesség kétségkívül világszerte homogén és stabilan elismert. Viszont a második kategória, a sérthetetlenség, vagy a szűkebb értelemben vett mentelmi jog a képviselőket védi a letartóztatástól, az őrizetbevételtől és egyéb büntető eljárástól a parlament beleegyező döntése hiányában legalábbis. Ez a fajta sérthetetlenség viszont világszerte rendkívül változatos és vitatott intézmény, tehát bár a képviselők politikai tevékenységének és szólásszabadságának fokozottabb védelmére, azaz a felelősségmentességre vonatkozó szabályok fenntartása továbbra is indokolt lehet, de a büntetőjogi felelősség alóli részleges mentességet jelentő sérthetetlenség intézményének alkotmányos védelme immár fenntarthatatlan a Mi Hazánk mozgalom szerint. Ezért kérem, hogy szavazzák meg legalább a javaslatunk tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. Vejke Imre elnök úr, a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. A javaslat szándéka, mint ahogy hallottuk, a mentelmi jog intézményének az eltörlése lenne. Annak a mentelmi jognak az eltörlése, melynek előképei már a római jogban is megtalálhatók voltak. A javaslat általános indoklásában téves az a megállapítás, mely szerint Magyarországon az országgyűlési képviselők visszaélnének a mentelmi jog intézményével, és amögé bújva kerülnék el a büntető igazságszolgáltatást. Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt 8 parlamenti ciklusból nem eleveníthető fel egyetlen olyan eset sem, hogy az országgyűlés köztörvényes bűncselekménnyel vádolt képviselőnek ne függesztette volna fel a mentelmi jogát az ügyészség indítványa szerint. A javaslat elfogadása esetén alaptörvényű szintű védelem hiányában a mentelmi jog intézménye kiüresedne, formálissá válna, és lényegében visszatérnénk a szocialista diktatúra időszakába, 49 és 90 közötti időszakba, hiszen akkor állt fenn
ez az állapot. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint az Európai Unió országaiban a képviselőket megillető mentelmi jog egységes szabályozási koncepciót tükröz, és magának a jogintézményének pedig a célja, ne felejtsük el, minden, hogy mondjam, nyugati országban, de keleti országban is, hogy a képviselők személyén keresztül védje a legfőbb képviseleti szerv függetlenségét. Mindezek alapján én a Fidesz-KDNP nevében azt tudom mondani, hogy nem támogatjuk a TPER 8-as számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bala György. Elnézést kérek közben. Igen, Szabad István később jelentkezett, neki kellett volna szót adjak, de Bala Györgynek már megadtam, úgyhogy parancsolj. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. A vita az nem új keletű. 2010-ben indult, és akkor is ön lelkesen képviselte ugyanazt az álláspontot, amit mond. Csak a tényszerűség kedvéért szeretném azt leszögezni, hogy senki nem bújhat a mentelmi joga mögé. Tehát nem tud olyan eljárást mondani, olyan közvádas ügyet mondani, amikor alapos gyanú fölmerült bármely képviselővel szemben, és a parlament kormánypárti többsége megakadályozta volna az eljárást, ne adtuk volna, helytelen szóhasználattal ugyan, de ez a bevett gyakorlat, ne adtuk volna ki a képviselőt, ne folytathatta volna le az igazságszolgáltatás megfelelő szerve az eljárást vele szembe. Ön is pontosan tudja, hogy a mentelmi jog valódi értelme az az, hogy az nép által megválasztott képviselők munkáját ne lehessen mindenféle csipcsup üggyel akadályozni. Ne lehessen azt megtenni, hogy teljesen alaptalan magánvádas ügyek százaival ellehetetlenítsenek egy képviselőt munkájának a végzésében. Hogy mindig a bíróságra kelljen járnia ahelyett, hogy a munkáját tudja végezni. Lehetne önnek igaza természetesen, hogyha a gyakorlat az nem az ellenkezőjét bizonyította volna. Tehát az a gyakorlat, amit a magyar parlament folytat, az szerintem alapvetően helyes. Egy helytelen eleme van, erre is látunk mostanában példát, és ez szerintem kifejezetten helytelen. Lehet, hogy ezt érdemes lesz valamilyen szinten átgondolni, hogyha egy rágalmazó képviselőt magánvádas ügyben, tehát magánvádló feljelent, és a rágalmazó képviselő az alaptalan, aljas, tisztességtelen, igaztalan vádjait azt megismétli a parlament ülésén, bízva abba, hogy a mentelmi jog gyakorlásának töretlen gyakorlata szerint nem fogja őt kiadni a parlament, az szerintem helytelen. Szerintem az helytelen, nem erre van kitalálva a mentelmi jog, nem arra van kitalálva, hogy tisztességtelen vádaknak a parlament nyilvánossága előtt, tisztességtelen vádakat a parlament nyilvánossága előtt megismételjük. Ha ez nem történik meg, akkor szerintem az a töretlen gyakorlat, amit folytatunk, az helyes, hogy nem engedjük meg, hogy a képviselőket bárki, akár a politikai ellenfelük, tehát én megtehetném, az ön javaslata szerint én megtehetném önnel azt, hogy 100 000 dologgal megvádolom, és ön nem a parlamentbe tudna ülni, hanem mindig a bíróságra kéne járkálnia. Ennek nincsen értelme, hogy a politikai vitákat egyébként a parlament helyett kivigyük más fórumokra. A mentelmi jog ezért van, ezért kell fönntartani, viszont a mentelmi joggal visszaélni sem szabad, olyan értelemben, hogy alaptalan, tisztességtelen, aljas vádakat újra és újra elismétlünk, bízva abba, hogy nem kell ezért a bíróság előtt számot adnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szabad István képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság. Én új képviselőként nem érzem azt, hogy nekem a mentelmi jogra kvázi szükségem lenne. Én eddig is úgy teszem a dolgomat, és úgy élem az életemet, ahogy eddig is tettem.
És csak egy megjegyzés, hogy amikor én katona voltam, akkor engem arra tanítottak, hogy ha én valamit elkövetek, akkor nekem duplán kell érte bűnhődnöm. És valahogy én úgy érzem, és ez egy ilyen társadalmi elvárás is már, hogy a politikusra egyrészt felnéznek, a politikus az képviseli az embereket, de hogyha egy politikus mondjuk éppen a tévútra téved, akkor mondjuk ott is illő lenne inkább duplán büntetni, és duplán bűnhődnie azokért a tettekért, amit elkövetett, és ezáltal mondjuk lehet, hogy egy kicsit vissza is lehetne adni a politikus szakmának azt a becsületét, amit egyes politikusok, persze itt mindig tisztelt a kivételnek, de mégis megtettek a mentelmi jog hát pajzsa mögé bújva. És ha már a mentelmi jog intézményét vizsgáljuk, akkor azt is érdemes megnézni, hogy hát akkor mi minden munkakörre, vagy tulajdonképpen milyen munkához lehetne még kötni a mentelmi jogokat, nem csak a képviselői munkához illetően. Tehát ezt is érdemes lehetne boncolgatni. Én úgy gondolom, hogy mentelmi jog nélkül is erkölcsi mércével a hátunk mögött tudjuk azt, hogy mit és hogyan lehet tenni. Azt én értem, amit hallottunk, hogy megakaszthatják a mi munkánkat azzal, hogy állandóan, ha felszólalunk, vagy valamit mondunk, és akkor állandóan beperelnének bennünket, nyilván az vicces is lenne, és úgy tényleg nem lehet dolgozni. De ezt biztos vagyok benne, hogy egy külön másfajta szabályozással is elejét lehetne ennek venni. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottság, megdöbbentett a kormánypárti képviselők tájékozatlansága, hiszen Vejke Imre, ráadásul az igazságügyi bizottság elnökeként ugye azzal kezdte, hogy téves az előterjesztésben, hogy visszaélnének a mentelmi jogam, hiszen az elmúlt 8 évből nem tudok olyan esetet mondani, hogy köztörvényes esetben ne függesztette volna fel a mentelmi jogot az országgyűlés. Balla György pedig ugye nem ilyen konyha nyelven köztörvényesnek, hanem hát precízen ugye közvádas ügyet mondta, hogy én nem tudok olyan közvádas ügyet mondani, amiben ne függesztette volna fel. Hát tudok. Én konkrétan kigyűjtöttem, és több tucat olyan eset van a rendszerváltás óta, és Orbán kormány alatt is születtek olyan döntések, amikor közvádas esetben is mentelmi jogok mögé bújtak. Hogy kicsit konkrétumokat mondjak, már kétségkívül az elmúlt években ezen változtatva, az elmúlt években nem láthatunk ilyen példát, de tegyük hozzá, hogy a nyomozástól is megóvja a politikusokat a mentelmi jog, tehát egyébként más oka is van, hogy a mentelmi jogot el kellene törölni, de például az első Orbán kormányban Bebes István fideszes képviselő magánokirat hamisítás vétsége miatt a legfőbb ügyész kérésére, bár kérték a mentelmi jog felfüggesztését, az országgyűlés fenntartotta a mentelmi jogot. Rabcsák András fideszes képviselő hűtlen kezelés vétsége miatt a legfőbb ügyész kérte közvádas ügyben a mentelmi jog felfüggesztését, nem történt meg. És sorolhatnám, több tucat ilyen eset van, mondjuk, hogy egy KDNP-st is mondjak akkor már, dr. Salamon László, KDNP-s képviselő, sebességkorlátozás jelentős túllépése, szabálysértése közvádas ügyben. Itt van előttem a hivatalos nyilvános táblázat, vagy hát nem nyilvános, de örülnék, ha ezt akár közzé is tennék, hiszen kigyűjthető lényegében is közzé tehető egy ilyen táblázat a döntések alapján. A legfőbb ügyész kérte Salamon László, KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, az országgyűlés nem adta ki. Simon Miklós, fideszes képviselő jogosulatlan gazdasági előny megszerzése büntette miatt a legfőbb ügyész kérte közvádas ügyben a mentelmi jogának felfüggesztését, de nem tette meg. És sorolhatnánk természetesen baloldali képviselőket, hiszen például itt van köztünk Arató Gergely, MSZP-s képviselő, akinek életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége miatt a legfőbb ügyész kérte közvádas ügyben a mentelmi jogának felfüggesztését, de az országgyűlés nem függesztette fel a mentelmi jogát a 2006 és 2010 közötti MSZP-s többségű ciklusban. Tehát az a helyzet, hogy számos olyan ügyet tudunk mondani az elhangzottakkal ellentétben, amikor igenis sajnos nem függesztette föl a mentelmi jogot, de talán a legfőbb probléma mégis inkább az, hogy nyomozni sem lehet, tehát feltárni sem lehet bizonyos ügyeket. Persze van, amikor egymást besugva, vagy valami kiszivárogva már védhetetlen, és akkor mégis lelepleződik egy politikus, de azt gondolom, hogy a feltárások érdekében volna elsődlegesen szükség a mentelmi jog megszüntetése. Vejke Imre KDNP-s képviselővel azzal sem értek egyet, és az sem igaz, hogy az EU-ban egységes a szabályozás, hiszen
ahogy említettem is, a mentelmi jog megszüntetni kívánt része ügyében világszerte rendkívül változatos és vitatott az a fajta sérthetetlenség, ami Magyarországon éppenséggel van, és amit mi megszüntetni javasolunk. Konkrétan például az Egyesült Királyságban, és sőt 2012 óta már Szlovákiában sem védi a mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségre vonástól. Én nagyon köszönöm Szabadi István képviselőtársam hozzászólását, hogy azért a törvények előtt, ha valóban mindenki egyenlő lenne, ahogy az alaptörvényben azt olyan szép szavak szintjén kimondták, akkor valóban gondolkozzunk el, milyen szakmák igényelnének még mentelmi jogot. Biztos sokan mondanák, hogy az ő munkájukat is megkönnyíteni, ha nem kellene pereskedni, bíróságra járkálni. De egyébként tegyük hozzá, azért ez egy eltúlzott rémkép, hogy majd állandóan bíróságra kellene menni, mint hogy az ellenzék is, ugye a balliberális ellenzéket értve ez alatt, rendszeresen temette az elmúlt években ugye a demokráciát, hogy az országgyűlési őrség itt hetente fogja kivezetni. Egyébként megtehetné, tehát a jelenlegi jogintézmény megvan arra, hogy egyébként egy képviselő munkáját ellehetetlenítsék, sőt, egy rendőr is igazoltathatja akár 10 méterenként is. Én is estem már ilyesminek áldozatul, mondjuk a szabadságtéri szovjet emlékmű elleni fellépésemnél, hogy hogyan próbálták ellehetetleníteni a tiltakozásomat. De mégis, annak ellenére, hogy a Gyurcsány-bajnai rezsim idején, 2006. október 23-án, és azt követően 5 különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, miközben jogszerűen egyszer sem sikerült. Tehát én tudom, mi az, hogy a szabadságjogok sárba tiprása, vagy akár vérbefolytása, akárhogy is röhög ezen Arató Gergely. Tehát tudom, mi volt 2006-ban is azt követően, elszenvedője voltam, de mégis azt tudom mondani, hogy egészen alaposan tudjuk a munkánkat végezni itt az országgyűlésben, hiszen itt Magyarországon bár a mentelmi jog megilleti a képviselőket, de hogyha le is mondunk a mentelmi jogunkról, vagy nem élünk azzal soha, mint hogy én országgyűlési képviselőként mindig lemondtam a mentelmi jogunkról, és bár úgymond keresztűzben vagyok, hiszen nagyon sok érdeket sértek, látom most is a mentelmi jog felvetésével, de mégis azt gondolom, hogy kitűnően tudjuk végezni a munkákat. Nem igaz az állítás, hogy egy képviselőnek rendszeresen akkor bíróságra kellene járkálnia. Ahogy amikor nem voltunk képviselők, mégis közszereplők voltunk, ahogy az előbb említett mondjuk 2006-ot követő években, és a hatalom célkeresztjében voltunk, akkor sem járkáltunk olyan nagyon rendszeresen, vagy amennyire járkáltunk, ezt megtehettük. Egy országgyűlési képviselő pedig sokkal könnyebb helyzetben van, mert megfizetheti az ügyvédeket, tehát sokkal könnyebben tud akár polgári peres eljárásban megjelenés nélkül is a bíróságon ügyvéd által képviseltetni magát, tehát szerintem egy országgyűlési képviselőnek sokkal könnyebb helyzete van, sokkal nagyobb apparátus segíti a munkáját, igenis feleljen az elmondottakért, és ebben viszont egyet tudok érteni Balla György fideszes képviselő, és köszönöm, hogyha legalább ebbe az irányba elmozdulunk, hogy gondoljuk újra, hogy legalább a rágalmazás esetében például, ami jelenleg igenis védi a képviselőket, hogy bármit mondhatnak, bármit tehetnek, már tegyük hozzá, ebben azért leginkább a Fidesz médiának egy bizonyos csoportja jár élen rendszeresen, helyreigazítási, kártérítési pereket is bevállalva, hogy különböző rágalmazásokkal illető ellenzéki képviselőket, sokszor valótlanul pedig elég lenne a valóság közvetítése is szerintem az ellenzéknek is alkalmatlan balliberális pártokkal szemben, de ha ebben már meg tudnánk egyezni, egy kisebb kompromisszumként annak már örülnék, hogy legalább a rágalmazás esetén ne bújhassanak a képviselők a mentelmi joguk mögé úgy, ahogy a jelenlegi jogrend ezt lehetővé teszi. Én ezért kérem a tárgysorozatba vételét a javaslatomnak, és utána lehet módosító javaslatokkal adott esetben ezt csiszolni. Köszönöm figyelmüket. Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a Magyarország alaptörvényének 10. módosítása címmel benyújtott téper 8-as számú javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak. A bizottság a téper 8-as számú javaslatot 4 igen, 28 nem és 4 tartózkodással nem vette tárgysorozatba.